Akik szeretnék járni az utat, azok számára mutatnék néhány érdekességet az úgynevezett Bibliával kapcsolatban. Ez ugye a Károli féle verzió, mely két testamentumra tagolja a könyvet. Persze ez csak akkor, hogyha nem szabadulunk meg ettől a laptól, ami ugye Malakiás, illetve Máté evangéliuma között van, ebben ugyan nincsen. Ez azt jelenti, hogy akkor nincsen új testamentum és ó testamentum, ez a kérdés természetesen nincs, soha nem is volt. Ez nincsen leírva az írásban sehol, hogy Mátétól jelenések könyvéig az az új testamentum, az előtt pedig az ó testamentum. Ez az egyik dolog. A másik nagyon fontos, a nevek használata, Jézus Krisztus, és a többi a jól ismert nevek, az Úr, aztán természetesen Isten, és a többi, és a többi. Ha megnézzük a sorrendjét a könyveknek, valószínűleg annak is jelentése van, és jelentősége, hogy ilyen sorrendben találhatók meg ezek a könyvek az úgynevezett Bibliában. Ezek a jól ismert sorrendek. Nézzük meg az angol verziót. Ez a King James verzió, hasonló sorrend, mint a magyarban, azzal a különbséggel, hogy a nevek természetesen angolul vannak. Malakiás és Máté között itt sincsen az a lap, ami elválasztja. Szóval ez azt jelenti, hogy akkor nincsen két testamentum, vagy csak azt, hogy én kitéptem. A kérdés az, hogy ki tette oda azt a lapot, és miért, és miért akarják, hogy azt higgyük, hogy Mátétól jelenések könyvéig ez új testamentum, és minden, ami előtte van, a könyv nagy része, az ó és régi, és számunkra nem fontos. Még egy kérdés, hogy lehet az, hogy itt a név Jesus Christ, míg a másikban Jézus Krisztus? Hogy lehet az, hogy ugyanaz, ahol itt Úrnak hívták az előzőben, az itt Lord és God, és nem Úr és Isten, akkor mi a neve valójában? Hogyha megnézzük egyből az első fejezetet, ez ugye 1 Mózes, 1, vagyis angolul Genesis, akkor itt arról van szó, hogy God az, aki teremti a földet. Magyarban arról beszél, hogy Isten, akkor melyik a neve? Én értem azt a fajta gondolkozásmódot, hogy neki mindegy, ő Isten, ő mindent megért, stb. Stb. Én ezt is tudom. Ennek ellenére azt mondja, hogy Jahuának, a te hatalmasságodnak nevét hiába felneved, mert nem hagyja azt, hogy Jahua büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Persze itt Úr és Isten van, de akkor mi is a neve, ha egyáltalán nem szerepel a neve a könyvben, és ez nem fontos. Akkor az ő címe sem fontos, a neve sem fontos, a könyveinek sorrendje sem fontos, hogy milyen sorrendje van, a proféták neve sem fontos, semmi sem fontos egy idő után. Plusz, arról nem beszélve, hogy akkor két könyv van, az egyik régi, a másik új, nekünk a régivel nem kell foglalkoznunk. Viszont érdekes módon a zsidókhoz írt levélben, a szerző a 6. versben úgy ír, hogy hit nélkül lehetetlen Elohimnek vagy Istennek tetszeni, mert aki Elohim vagy Isten elé járó, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik, akkor őt ezek szerint keresni kell. Időt kell szállni arra, hogy az ember tanulmányozza ezeket a dolgokat, és rájön, hogy mi miért alakult úgy, ahogy alakul. Vajon bizonyos könyvek miért maradtak ki ebből az úgynevezett Bibliából, mint például az apokrif levelek? Ez a 14 könyv miért maradt ki, és ki az, aki azt szeretné, hogy ez ne legyen benne? Vajon ezek ihletett írások? Ha nem olvassuk, akkor nem tudjuk eldönteni. Miért probléma ezt olvasni, mikor az ember olvas össze-vissza mindenféle dolgokat emberektől? Van egy másik kérdés, és vajon ki maradt minden könyvből, vagy csak azokból a könyvekből, amelyeket mi általában használunk, és általában akarják, hogy használjunk, mert nem maradt ki minden könyvből. Amint látjuk, ebből a könyvből egyáltalán nem maradt ki minden, hanem benne szerepelnek azok a könyvek,
melyek kimaradtak az a 66 kanonizált könyvből. Például Tobit könyve, Báruk könyve, és a többi, és a többi. Ebben benne vannak és szerepelnek. Akkor melyik könyv a rossz? Melyik az, amit nekünk ki kell dobnunk? Melyik az, amit nem szabad használnunk? Sőt, az éles szeműek észrevetik, hogy ebben a könyvben a könyvek sorrendje is más. Sőt, a jubileumok könyve ugyanúgy szerepel, mint Énok könyve, Jásár könyve, az apokrif levelek, sőt, általában véve más sorrendben szerepelnek ezek a könyvek. Miért? Azért, mert lehetséges, hogy másféle információt fogunk megtudni, hogyha más sorrendben olvassuk. Lehetséges, hogy mások másképpen olvasták. Nem lehet tudni, hogy csak az a 66 könyv helyes, amit mi használunk. Ha nem keressük, akkor nem fog minket megjutalmazni, hiszen láttuk azokat, jutalmazza meg, akik őt keresik. Még valamit szeretnék mutatni. Rengetegen írnak azért, hogy miért használom a szót Bereshit, mikor ez 1 Mózes 1. Úgy tűnik, hogy ez nem 1 Mózes 1, hanem ez Genesis angolul például. De Bereshit ebben a könyvben. Melyik akkor a helyes? Ebben nincsen Isten és nincsen God. Ebben Elohim van. Akkor mi az, ami helyes? Az, hogy mi a helyes, az egy út. Mindig az a helyes, ahol mi éppen járunk. Ha nem keressük, ha nem kutatjuk, akkor nem jutunk előrébb. Az, hogyha valaki nem nyitott arra, hogy új dolgokat megtanuljon, az nem fog új dolgokat megtanulni. Még egy dolog, miért hívom Jahuának? Azért, mert ebben a könyvben például Jahuának hívják. Akkor melyik könyv az igazi? Az, amelyik megpróbál visszamenni az eredeti jelentéshez, megpróbálja kiejteni az eredeti szavakat, mint Mosé, vagy Jahua, vagy pedig az, aki átfordítja őket mindenféle pogány kifejezésekre és nyelvekre. Még egy utolsó. Akkor mi a megváltó neve? Azt mondják, hogy Jézus Krisztus az egyetlen név, amellyel az ember üdvözülhet. Ebben a könyvben érdekes módon Jahusának írja. Az angolban meg Jesus Christnak. Akkor melyik az a név? Ha nem nézzünk utána a dolgoknak, és nem kutatjuk ki, akkor nem fogjuk megtudni az igazságot. Jahusá, Hamásiák. Akkor ez a könyv rossz, hogyha azt írja, hogy Jahusá, Hamásiák, és nem azt, hogy Jézus Krisztus? A Szentlélek például Ruach HaKodesh? Akkor ezek szerint vannak, akik úgy hívják, hogy Ruach HaKodesh, azért, mert ez az eredeti kifejezés. Nem lehet probléma, nem kellene, hogy problémát jelentsen senkinek, hogy az eredeti kifejezés használja. Egy szerettem volna csak bemutatni, hogy mindenki lássa, hogy az, amit mi használunk, azok a könyvek, azok attól függnek, hogy melyik könyvet vásároljuk meg. És ha nem kutatjuk, akkor nem fogunk tudni eljutni az igazsághoz. Remélem hasznosnak találtátok, és mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!